Nagyon szépen köszönjük a köszönők, köszöntő szavakat, és már rögtön 100 szállal tudnék kapcsolódni ezekhez a felvetett gondolatokhoz, azokhoz a szereplőkhöz, akiket miniszter úr is említett. Volt itt Petőfi Sándor, volt itt Arany János, ugye beszélünk Jankovics Marcell munkájáról, hát mindjárt látjuk is, és elő fog kerülni személyes történetekben is. Talán egy gondolat, amivel elindítottam ezt a mai programot, ugye mondtam egy-két olyan felvezető gondolatot, hogy milyen összefoglalást adott nekünk Madách Imre a munkájával, és hogy ez egy örök érvényű dráma, amit talán az irodalomban újra és újra igyekeztek megfogalmazni az emberiség történetét, hogyha már Petőfit említettük csak egy pillanatra, mert valóban ő is 200 éve született, ő ugye Vörösmartihoz megy el, és teszi kezébe a munkáját, ahogy Madách is megkeresi az ő Arany Jánosát, és milyen fontos ez, ma erről tartottam irodalomórát a Győri Nemzeti Színházba a diákoknak, hogy a művészet küldetés, és ezek az emberek mindent feltettek egy lapra, és olyan összefoglalást tudtak adni, ami azóta is nekünk a nyelvünket és az irodalmi nyelvünket meghatározza. Na de hogy ne én beszéljek, én arra kérem az este vendégeit, ha már miniszter úrnak is a személyes kapcsolódását, a történetét meghallgattuk, hogy talán lehet azt kérni, Péter, akkor kezdjük magával, hogy egy első élmény az ember tragédiája, hát itt mind a hármajuknak nagyon erősen összefort az élete az ember tragédiájával, Madách kultikus művével, úgyhogy én nem is tudom, hogy melyikkel kezdeném, Péter, de akkor kezdjük talán az elején. Van egy első történet az ember tragédiájához, mert aztán meghallgatjuk majd a többit. Hogy egy kicsit lehúzzuk a földre a dolgot, és hogy a színház varázsa valóban, ott találkoztam először az ember tragédiája kapcsán. A múlt században főiskolai hallgató, a múlt évezredben főiskolai hallgató voltam, és a Vámos László rendező úr rendezte a szegedi szabadtéri játékokon az ember tragédiáját, én harmadéves voltam, és az a megtiszteltetés ért, hogy 3 szerepet rámosztott, mint főiskolai hallgatóra, a Catullust, a tanítványt a Prágába, és az első tanulót Londonban. Na hát, Budapesten sokat próbáltunk, aztán megérkeztünk Szegedre, az ottani 2-3 hetes fantasztikus, nehéz próba. Szegeden akkor 38-39 fok volt az átlag hőmérséklet, és úgyhogy a színészek, színészhölgyek, a színészek pólóba, gatyába, a hölgyek nagy kalapokba, napszemüvegbe várakoztak ott délután 5-kor a próba kezdésére, és akkor bemondta a hangos beszélő, hogy ez egy óriási szereposztás volt, Gábor Miklós volt, Lucifer, Nagy Attila, Ádám, Rutkai Éva, és hát mindenki a Besenyeitől kezdve, mindenki, aki élt és mozgott, játszott nagyszerű szerepeket. Na bemondta a hangos beszélő, hogy a próba kezdet előtt Huszti Péter főiskolai hallgatót kérem a rendezői pulthoz. Na gondoltam, most fogja megmondani, nem játszom ezt a 3 szerepet, de hát oda mentem, és Vámos tanárról soha életben nem láttam én még nyakkendő, meg zakó, meg nyakkendő, meg gyönyörű öltöny nélkül. Itt egy gatyába volt egy pólóban, alig ismertem meg ott hirtelen. És azt mondta nekem, hogy nézze, az órákon foglalkoztunk ezzel, a Besenyei film, a Dózsa című filmet forgatja egy hétig Erdélyben, az alatt kérem, hogy maga olvassa be az úr szerepét, majd a Marton Laci asszisztens uram, ez Marton László, későbbi Vígszínházi igazgató, megmutatja, hogy hova kell menni, itt a példány, menjenek föl, és fogom mondani, hogy kezdődik. És elindultunk a példánnyal egy őrületes csigalépcsőn a szegedi dómnak, majdnem a kupolájába. Ott volt berendezve az úrnak egy trónus, szóval nem az úrnak, a Besenyeinek egy trónus, előtte mikrofon, lámpa, párna, piros lámpa, kék lámpa, zöld lámpa, hogy mikor. És ahogy mentünk föl, én nekem hirtelen beugrott, hogy a Besenyeinek iszonyatos tériszonya van, tehát ő tulajdonképpen a Madách Színház büféjébe sem ment föl az első emeletre, liftbe soha nem ült, és hogy lenéztem oda a dóma, mondom, hogy fog ez, na mindegy. Egy hétig pünkösdi úristen voltam Szegeden, olvastam, próbáltam a Besenyei hangján, mert ugye az volt kitalálva, hogy a dómon belül is visszhangzik majd a Besenyei hangja, és úgy fog kiáradni Szegedre és Új-Szegedre, és gondolom az egész megyére az ő hangja. És ez tényleg így is szólt. Hát egy hétig ottan
pünkösdi úristenkedtem. Aztán sajnos megérkezett a Besenyei, és már azt hallottam, hogy az ügyelő mondja, hogy jaj, hála Istennek megjött az Isten, na gondoltam, itt véget ért az én hatalmas szerepem, és akkor mondta, hogy eddig ez a főiskolai hallgató olvasta föl az ön szerepét, most jöjjön utána, megmutatom, és elkezdődik a próba, jöjjön föl velem, azt mondta a Besenyei, föl hova? Hát fölmegyünk a toronyba, ezen a csiga lépcsőn. Besenyei a lépcső alján megállt, azt mondja, ide figyelj, kisapám, tudod, ki megy oda föl, ki? Azt mondja, a kőszáli sas, az megy oda föl. Azt mondja, de kérem, a vámos főrendező, főigazgató úr ezt itt találta ki, azt mondja, akkor a sassal együtt a vámos föl, az is fölmegy oda. Ellenben ő intézkedett rögtön a kis műszakkal, gyerekek, hozzatok ide három lapocskát, egy kis asztalt, egy elemlámpát, egy mikrofont, és gyerünk. És akkor vámos jött oda, és próbáltam, de látta, hogy itt ez képtelenség lesz innen kimozdítani. Na, akkor elkezdődtek a próbák, őrületes, rövid leszek, őrületes előadás volt. Vámos László minden lovak voltak, kocsik voltak, púpos teve volt, hintó. Körbejátszottuk az egész dómteret, az apáti kollégium tetején is voltak jelenetek, annak a tetején is voltak, természetesen az ablakokba álltak az angyalok a harsonákkal, és a Gábor Miklósnak itt kellett rohangálni az egyik tetőről a másik tetőre, és akkor kérdezték, hogy hát ha nem ér oda, akkor mi történik? Azt mondják, akkor fog egy taxit. Volt egy ilyen. Na, és akkor elmondta a Vámos az első próbán, hogy majd a nyilvános főpróbán, amikor minden három óriási effekt lesz, amikor Pallas Athéna megbocsát nekünk, akkor több száz fehér galamb fog fölrepülni a rekeszekből. Rómában, amikor Péter apostol, Besenyei úr megmondja, hogy el fogsz pusztulni korcsult nemzedék, akkor őrületes fekete füst fogja beborítani a dómteret, és Londonban pedig, mikor az Éva átlép a halálon, akkor luftballonok fognak föllubickolni. Na, mentek a próbák végig ezenben a 38 fokos hőségben. Besenyei ült a kuckójában, onnan el nem mozdult, és folytak a próbák, és a bemutató előtt, tehát a főpróba előtt a 38 fokról leesett a hőmérséklet 18 fokra, és mi próbáltunk, olyan éjszakákat átpróbáltunk, a Vámos szintén nem ismerte se a szünet szót, se az, hogy vége van a próbáknak, ez a szó, ezt nem ismerte, ezeket a szavakat. Úgyhogy egyszer mondta, hogy kapcsolják már, mi az ott hátul, ami ég, és azt mondták, hogy főrendező úr, a nap, fölkelt a nap, mert hajnal. Na, így elérkeztünk a nyilvános főpróbához, amire is a Gábor Miklós tökéletesen berekedt, ugye az éjszakai hidegtől. Elhalasztani nem lehetett, beugrani nem lehetett, a közönség hónapokkal előtte megvette, fél év előtte a jegyeket, zsúfolt ház. Hát akkor azt mondták, hogy hát akkor a Gábor Miklós leül majd a színpad sarkára, ott kap egy nagyon erős mikrofont, ott fog ülni az, aki addig bejárta az egész univerzumot, és onnan fogja mondani a Lucifer szövegét. És ez így is történt, csak most akarok rátérni, hogy és mi az a tragédia, az ember tragédiája, hogyhat. Besenyei ült a kuckójába, a iszonyatos hideg volt, és hát természetesen egy ilyen luciferes darabnál mi történjén, mint hogy a váltókat rosszul kezelték, úgy természetesen Athénban, amikor a Pallas Athénán megbocsájtott, akkor felszállt a fekete füst, és elöntötte az egész nézőteret, fuldoklott mindenki. Mondanom se kell, hogy Rómában a luftballonok repültek, hát mi repüljön, el fogsz pusztulni, korcsult nemzedék. És így lement az előadás, mindenki reszketett fagyott, és ennek ellenére Madács úr hatott, óriási sikere volt magának, a szövegnek, a történetnek, én pedig hát az ember tragédiája mellett találkoztam először az igazi színházzal, ami a színház. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Péter, természetesen a további szerepek és a további történetek majd a vetítések kapcsán mindenképpen kerüljenek elő, mert az életet tényleg folyamatosan, igen, több módon összeért ezzel a darabban.
drága István, mi tegeződünk, de most akkor megpróbálok magázódni, jó? Nem nagyon komolyak leszünk. Legyünk nagyon-nagyon komolyak. Szóval, hogy itt ugye szintén egy életről van szó, és több évtizedről, és hogy ahogy miniszter úr is említette, tehát én is azt írtam magamnak össze, hogy Jankovics Marcánál a számos népmese mellett mind a János Vitéz, mind a Told, és aztán pedig valamiképpen a koronája a munkásságnak, az ember tragédiája mind-mind olyan irodalmi művek és olyan alapkövei a műveltségünknek, amit gyerekekhez, felnőttekhez, széles társadalomhoz ilyen szívvel, tudással közelebb vinni, ez ami egészen elképesztő, és együtt dolgozni, és együtt gondolkodni ezen, azt gondolom, hogy nagyon meghatározó lehetett. Ez meghatározó volt, meg a színdarab is meghatározó volt számomra, de ha megengedi, akkor mégis Péterhez kapcsolódnék egy pillanatra, arra a kérdésre válaszol, hogy találkoztam én először az ember tragédiájával, és akkor Szegedről 80 kilométert fölfelé jönnék Pest felé, ugyanis én kecskeméti vagyok, és 1969-ben lett kész az a híres tévéfilm, amelyben Ádámot játszotta Huszti Péter, és ráadásul úgy jött ki a gimnáziumi tanmenetbe, hogy nálunk harmadikban tárgyalták, valószínűleg, vagy lehet, hogy most is harmadik gimnáziumba kerül sorra az ember tragédiája, és Szekér tanár úr mondta, hogy akkor nézzük meg a filmet, és úgy fogunk tudni róla legjobban beszélni. Azt talán elfelejtettem mondani, hogy én a Kecskeméten a Katona József gimnáziumba jártam, ami egy nagyon toleráns gimnázium volt, úgyhogy ott is hajlandók voltak elmondani azt, hogy a második legjobb magyar dráma azért az ember tragédiája. És tényleg megbeszéltük azt a színdarabot. Én néhány hete vagy hónapja újra megnéztem a televízióba, és mármint interneten, és megdöbbenve láttam, hogy ez tulajdonképpen egy színes anyag volt, de hát akkor még csak fekete-fehér televíziók voltak. Fekete-fehérben néztük Huszti Pétert, mint Ádámot, és nem is volt még minden nap televízió, úgyhogy ha megjelent a tévébe valami, akkor az egész ország arról beszélt. Ráadásul nem is volt minden nap, ugye hétfőn nem volt televízióadás, úgyhogy, és hát emlékszem, hogy utána vitatkoztunk arról, hogy ez egy pesszimista mű, vagy egy optimista mű, hogy az utolsó mondatot hogy kell értelmezni. Úgyhogy ez volt nekem az első komoly találkozásom a tragédiájával, úgyhogy köszönöm szépen, Péter, hogy ez megadatott. És hát igen, egy jóval későbbi, akkor már felnőttként komoly találkozásom az volt, amikor együtt dolgozhattam Marcellel a tragédiában, animációs filmesként, és hát mondhatom talán, hogy szinte barátként kért meg, hogy dolgozzunk együtt, de hát erről majd még biztos lesz szó. Szemadám Györgyhöz fordulok, és akár itt már nekem ez is felvetés lett volna, amit Orosz István mondott, ez az optimista, pesszimista megközelítés, akár a végéről, de átadom a szót György, akár egy első összefoglaló gondolattal, vagy magára bízom, mert itt... Köszönöm. Hát, hogyha a többiek olyan kérdést kaptak, én egyszerű dolgot, hogy találkoztak először Marcellal, az ember tragédiájával, én kibővítem azzal, hogy én hogy találkoztam Huszti Péterrel. Ugyanabban a gimnáziumban jártunk, csak ő 4 évvel előttem. Viszont ugyanaz volt a magyar tanárunk, Modolai Géza, aki az önképzőkört és a színjátszókört vezette, és most elmondhatom, én is akkor lelkes színjátszó voltam, a jó Isten mentett meg téged, hogy én nem lettem színész. De szóval azért van itt valami közös gondolkozás bennünk, és a Bodolai Gézának a szellemisége mind a kettőnkre hatott, ezt jól érzem. Abszolút. És most pedig nagyon büszke vagyok arra, az ükunokáim előtt is beszélni fogják, hogy Szemadám György, a felmenünk egyszer az ember tragédiája kapcsán egy színpadon szerepelt Huszti Péterrel. Ez a mai este első kapcsolódása. Komolyan véve a szót, a második az, hogy én egykor, amikor megszületett
ember tragédiája animációs filmen, történetesen én voltam a Mozgókép Alapítvány animációs kollégiumának az elnöke, és volt egy kis szerepem abba, hogy ez megvalósulhatott, 18 évig készült körülbelül. Ezért kellett egyfajta kitartás nem csak a Marcellnak, hanem nekünk kurátoroknak is. Meg hát egy folyamatos harcból állt az ügy. Tudnék, úgy adtuk be a színeket, ez az én ötletem volt, hogy nem egy falatra mindent, hanem minden egyes szín egy külön mű. És valóban lehet is úgy értelmezni. Hozzá kell tennem valamit, ami nem köztudott, és talán egy körben nem is túl rokonszenves, hogyha egy színész, aki ember tragédiában játszott előtt, kijelentem. Madács Imre álmában nem gondolta volna, hogy színre viszik ezt a művet. Ez elbeszélő költemény. Mint ahogy nem jut senkinek eszébe, hogy Dante isteni színjátékát színpadra állítsa, vagy akár a Faustot színpadra állítsa, mert lehetetlen. Tulajdonképpen Madách Imre műve is lehetetlen jól megvalósulni a színpadon. Paula Jede ötlete volt ez, Madách halála után, vagy 20 évvel, hogy ebből egy színdarabot kellene csinálni. Ami manapság nem szokatlan, mert hiszen színdarabba készül nagyon sok minden. Egy regényt átírnak színdarabbá, majd később musical lesz belőle, és így tovább. Itt viszont ez a darab egy enigmatikus valami, még így a színpadon is, ami egy különleges értelmezést tesz lehetővé. Én történetesen 40 éve találkoztam először azzal a világgal, amiben Madách élt akkor, amikor ezt írta. Ez pedig nem más, mint a szabadkőművesség, a gnoszticizmus és a tarókártya misztériuma. Ezen tökéletesen felfejthető Madách darabja. Hozzáteszem, hogy került a közelébe Madách ezeknek az eszméknek? Egyrészt abban a korban szinte mindenki, aki magára adott, szabadkőműves volt, ami akkor azért lényegesen különbözött a mai szabadkőművességtől. És hogyan jött ez létre? Madách nagyapja Madách Sándor volt, aki, csak hogy pontosan mondjam el, a Hét csillaghoz címzett pesti páholy tevékenykedett, mely utóbbilag 1793-ban a főmestere is lett. És az könyvtárát, ami természetesen szabadkőműves szellemiségű könyvekkel volt tele, Madách örökölte. És az összes jegyzetanyagát megsemmisítette. Semmi nem maradt ebből, de a könyvek magukért beszélnek. És hogyha jobban szemügyre vesszük a dolgot, akkor igazából kitapítható mindez, amiről beszélek, azért egy kicsikét szégyenlősen jött ez elő mindig is, mert hiszen ezek eretnek nézetek voltak. Például, ha jól megnézzük, nem tudom, ebbe belemehetek-e, de a meghatározója az ember tragédiájának az első szín, amikor kiderül Úr és Lucifer milyen viszonyban vannak egymással. Az Úr elég keményen rákérdez, hogy te milyen körbe voltál, honnan szalasztottak, mondjuk. Mire Lucifer visszakérdez, hogy ezt ő is kérdezhetné joggal. Azért veszem csak a számhoz a mikrofont, mert ha bár mi most itt még készültünk egy kérdéssel, de mi lenne, ha megkérném a kollégáimat, hogy az első vetítési blokkot tegyük be, és akkor lehet is folytatni, hisz lássuk is, és akkor folytassuk a beszélgetést. Be van fejezve a nagy mű. Igen. A gép forog, az alkotó pihen. Évmilliókig eljár tengelyén, még egy kerékfogát újítni kell. S te, Lucifer, hallgatsz? Önhitten állsz? Dicséretemre nem találsz-e szót? Vagy nem tetszik tán, amit alkotik? S mit tessék rajta? Hogy ne állj anyag más-más tulajdonokkal felruházva, miket előbb, hogy sem nyilatkozzának, nem is sejtettél bennök, úgy lehet. Vagy ha igen, másítni nincs erőd.
Nehány golyóba össze-vissza gyúrva most vonzza, űzi és taszítja egymást. Az ember ezt, ha egykor ellesi, vegykonyhájában szintén megteszi. Te nagy konyhádba helyzéd embered, és elnézed néki, hogy kontárkodik, kotyvaszt, s magát istennek képzeli. De hogyha elfecsérli, s rontja majd a főztet, akkor gyúlsz késő haragra. Pedig mit vársz mást egy műkedvelőtől? Végzet, szabadság egymást üldözi. S hiányzik az összhangzó értelem. Csak hódolat illet meg, nem bírálat. Nem adhatok mást, csak mi lényege. Együtt teremtünk, osztály részemet követelem! Legyen, amint kíván. Éden fáj közte két csudárfát a kellő középen. Megátkozom. Aztán tiéd legyen. Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy. S egy talpalatnyi föld elég nekem, hol a tagadás lábát megveti, világodat meg fogja dönteni! Üdvözl légy, szellem testvér! Nem tudtam, hogy van ember még kívülünk. Ho-ho-ho! Nagyon sok van még, mit nem tudsz, és nem is fogsz tudni. Vagy a jámbor agg azért teremtett volna a porondból, hogy a világot ossza meg veled? Te őt dicséred, ő téged kitart, megmondja végy ebből, s félj amattól, óv és vezet, mint gyapjas állatot, hogy eszmélj, szükséged nem is lehet. Hogy eszméljek? S nem eszmélnék-e hát? Nem érzem-e az áldó napsugárt, a létezésnek édes örömét, és Istennek végtelen kegyét, ki engemet tűn e föld istenévé? Azt tartja tán az a kis féreg is, mely a gyümölcsöt eszi el előled, avagy mit tesz nemesbé tégedet? Igen, tán volna egy a gondolat, mely öntudatlan szűdben termedez. Ez nagykorúvá tenne, önerődre bízván, hogy válasz jó és rossz között, hogy önmagad intézzed sorsodat, s a gondviselettől felmentene. E porvilágra miért jövél közénk? Küzdést kívánok, diszharmóniát, mely új erőt szül, új világot ad. Hol a lélek magában nagy lehet, hová ki bátor, az velem jöhet. Nagy sor jövend után a szép húgom, mely millió úton ezt vitatja újra, de révbe egy se ér. Hát hagyjatok fel az okoskodással, a tett halála az okoskodás. Hajolj keblemre, én meg majd legyezlek. Hallod? Mi ez? Nem hallik még hasonlót. Miként, ha ellenséges idegen erő tört volna rajtunk. Mit álmélkodtok? Ó, megállj, kecses hölgy! Engedd egy percre, hogy csodáljalak. E mintakép milliószor újuland meg. Ádám, te félsz? Tőled hitványalak! Ez is jó jós a büszke férfi nemnek. Üdvözl légy, szellem testvér! Mondd, ki vagy? Alulról összehozzánk, vagy felülről? Amint tetszik, nálunk az egyre megy. Nem tudtam, hogy van ember még kívülünk. Hoho, nagyon sok van még, mit te nem tudsz. És nem is fogsz tudni.
vagy a jámborag azért teremtett volna porondból, hogy a világot ossza meg veled? Te őt dicséred, ő téged kitart, megmondja védj ebből és fé amattól, óv és vezet, mint gyapjas állatot, hogy eszméj szükséged nem is lehet. Hogy eszméjek. Visszadom a szót, György, csak gondoltam, hogy rögtön ide kapcsoljunk már akkor. Köszönöm szépen. Ez egy kicsikét meghúzott változat az ember tragédiájának. Van egy rész benne, ami éppen itt hiányzik, ahol kiderül az, hogy itt bár elhangzik, hogy együtt teremténk. Nézzük meg, hogy az Úr kicsoda, és az ellenlábasa ez a Lucifer, ez kicsoda. A gnózis szelleme nem ismeri azt, hogy az abszolút rossz és az abszolút jó, a sötét fekete és a világos fehér, hanem a kettő úgy mozog együtt, mint ahogy a kínai yin és yangban összesimul. Együtt működnek. Azt mondja Lucifer egy helyütt, hogy ő volt a teremtés gátja, ezáltal inspirálta a teremtőt. Tehát mind a két oldal kell ahhoz, hogy a gépezet forgásba jöjjön, ahogy az Úr megelégedetten mondja el. Ő, Lucifer, az inspiráló, a sarkalló vágy, a kérdés, a gondolat. Hogyha úgy nézem, akkor egyszerűsítve azt lehetne mondani, hogy az Úr Ádám teremtője, mondjuk úgy, Ádám édesapja, de a tanítója az Lucifer. Ő az, aki nem csak kísértő, hanem kísérő. Végig kíséri egy beavatási úton, ami kétségtelen, kicsit szigorúnak tűnik a szemünkben, de hiszen a zen mesterek is bottal ütötték néha a tanítványukat, a tibeti csöd mestereiről nem is beszélve. Végül, hogy kezdi az karrierjét ez az Ádám? Isten királyként. Ő a mindenség ura. Ő úgy véli, hogy a totális hatalommal bír, stb. Stb. És utána, ahogy megyünk végig a színeken, egyre alacsonyabb a társadalmi státusza. Tehát van, ahol már csak egy egyszerű zsoldos katona, van, ahol egy római patricius, a végül az utolsó színekben már csak egy turista, egy vándor, aki mint egy szemlélőként nézi a világot. De ahogy lefoszlik róla a világnak a szépsége és feldíszítettsége, a belső értéke annál inkább növekedik, illetve végigjut a beavatás útján, úgyhogy az utolsó az űrszínbe. Előre kimondja azt, amit végül az Úr is mond neki, hogy az ember küzd, az ember, igen. Az a jó hírem, hogy jó sok vetítési résszel készültünk, tehát így fogunk szépen végigmenni a mai programon, viszont láttam, hogy miniszter úr esetleg, hogy folytatjuk ezt a gondolatot, van egy hozzáfűzni valója. Megengeded, Gyuri? Hogyne? Tehát az a jó ebben a műben, hogy nagyon sok rétege van, és ahogy mondtad is, a szabadkőművesség akkor még más volt. Ugye ebben a műben két isteni attribútumnak a földi pályafutásáról van szó. Isten mindentudó, ezt megadta nekünk is embereknek, hogy értelmesek vagyunk, sose fogunk mindent tudni. És Isten teljesen szabad, és nekünk is megadta a szabadságot, hogy döntsünk, hogy mi a jó, meg a rossz. Értelem nélkül a szabadság anarchia, szabadság nélkül az értelem, az egyszerűen egy robot. És én úgy látom, hogy ebben a műben Lucifer mind a kettőtől megfosztaná Ádámot és az embert, és Ádám küzdelme ezért folyik. A végén ott van, hogy sose tudhatjuk, és még a ember küzdés bízva bízzál előtt van egy passzus, most nem tudom szó szerint idézet, de itt van nálam, hogy azt mondja az Úr az utolsó párbeszédben, hogy Ádám, ne kér tőlem bizonyosságot. Ha bizonyos lennél benne, hogy van túlvilág, akkor itt lustálkodnál, mert úgyis följutnál. Ha nem tudnád, hogy van túlvilág, akkor meg minden mindegy lenne. Akkor se csinálnál semmit, és akkor utána jön, hogy ember küzdj, és bízva bízzál. És az, hogy az értelmünk és a szabadságunk mégiscsak elvezet az Úrhoz, vagy a
túlvilágra. Ez a műnek az üzenete, és ez nem annyira gnosztikus vagy szabadkőműves üzenet, ez igazi, mély keresztény üzenet. Csak egy idézetet, amivel igazolni próbálom, amit mondtam. Andor Csaba úr, a Madás Irodalmi Társaság elnöke egy 2006-ban feltett kérdésemre a következőket válaszolta. A tragédia szabadkőműves hátteréről időnként maguk a szabadkőművesek értekeztek, Páholyt is neveztek el 100 éve Madásról, de ez az értelmezés mégsem mondható ismertnek. Történelemoktatásunk is ludas ebben, sőt úgy tudom, más országok történelemoktatása is hiányos. A párizsi szín elején hangzó szavakat, szabadság, egyenlőség, testvériség a szabadkőművesektől vették át. Ez azért nem egészen mindegy. Csupán Prága, mint helyszín, két sajátos szempontból is kapcsolódik a szabadkőművességhez. Egyrészt az eszme onnan ered, amennyiben, ha hinni lehet Abafinak, a legelső szabadkőműves alkotmány Comenius egyik művére hivatkozik. Másrészt a szabadkőművességnek az az ága, amely Prágában elterjedt, az alkímiával, ilyen folytán a rózsakeresztesekkel volt összefüggésbe. Rudolf császár valóban a birodalmát egy ilyen birodalommal akarta építeni, tehát Kepler színében az nem csak egy fantáziakép, ami lezajlik, hanem Rudolf császár valóban beavatott az alkímiába, és legnagyobb meglepetésemre az a párbeszéd, ami lezajlik közte és Ádám között, tessék? Jó, hát így nem tudom. Jó, köszönöm. De igen, kerekasztal megszakad. Jön a következő vetítéses rész, de én még gondoltam egy olyan gondolatra, most mondtam volna, hogy itt az elején, de már nem vagyunk az elején, ami egy picit a nemzetközi rangra vonatkozik, mert vannak történeteink, és csak egy-két információt összeszedtem, amit biztos sokan tudnak, és most csak a legutolsókat mondom, hogy ugye hány nyelven jelent meg az ember tragédiája, mert ugye mindig belezuhanunk egy picit, mondjuk most egy vetítéses résszel, vagy akár a szereppel, a közös munkával, a gondolatisággal, aztán nézzük egy picit távlatokba, tehát 42 nyelven jelent meg, ugye csak a legújabb fordítások, az orosz fordítás, ugye a rajzfilmben mutatója, a Szentpétervel 14, 15, Baku az azeri fordítás, új lengyel fordítás 14-ben a drága Kovács István közreműködésével, rajzfilmben mutató lengyel felirattal 22, Varsó, Bécsben németül 23-ban. Miniszter úr, a londoni bemutatóról és a nemzetközi fogadtatásról egy picit mesél nekünk? Én ezt most átadnám, Istvánnak, mert sokat beszéltem. Ne vetítsünk előtte egyet, hogy menj. Én csak egy gondolattal gondoltam, hogy... Jó, egy lábjegyzet. Egy lábjegyzet, jó, és utána pedig vetíthetünk. Már csak azért is mondok szívesen egy lábjegyzetet, mert a napokban sétáltam nem olyan messze ide, a Molnár utcába, ahol az idegen nyelvű könyvtár van, és annak az aulájában egy gyönyörű kamara kiállítás van az ember tragédiájának különböző nyelvű fordításairól. Úgyhogy érdemes átsétálni, hogy én milyen fordításokkal kerültem kapcsolatba, talán arról is mondanék néhány mondatot, ha már itt vagyok, ugyanis 2012-ben volt szerencsém, Marcel megkért rá, hogy én helyettesítsem a moszkvai bemutatón, és akkor lett kész éppen egy kiváló fordítás Yuri Pavlovics Gusevnek az orosz fordítása, és ez már egy sokadik orosz fordítás volt egyébként. A legelső az ember tragédiája legelső oroszra fordítóját úgy hívták, hogy Maxim Gorki. Érdekes módon. Gorki ugyan nem versbe fordította, meg nem magyarból fordította, hanem valószínűleg németből, és ráadásul ő összeállított egy könyvsorozatot a világ legfontosabb irodalmi műveiről, egy nagyon nagy példányszámú könyvsorozatot, ahol a 17. helyen volt az ember tragédiája. Hát nem első helyen, ahol az Economistban ugye mondta Csák János, de a 17. hely se olyan nagyon rossz, azt hiszem, ráadásul úgy, hogy a 16. az előtte levő az a Faust volt. Nagyon szívesen beszélek majd még erről a moszkvai dologról, de tényleg akkor jöjjenek a bejátszások. Jöjjön a következő bejátszás, így van, ugorjunk vissza a filmhez, úgyhogy kérjük is a kollégától.
család, s tulajdon lesz a világnak kettős mozgatója, melytől minden ki és kint születni fog. És a két eszme nő majd szüntelen, szülője minden nagynak és nemesnek, és felfalója önnön gyermekének. Hadd lássam! Hadd lássam én is! Miért küzdök? E sok újulásban! Mit szenvedek? Legyen! Bűbájat szállítok reátok, és a jövőnek végeig beláttok! Na, ez egy rövid kis bejátszás volt a jégkorszakról. Péterrel elmaradtunk még egy picit Ádám karakteréről, mert ugye volt egy felvezető történet, de én azt ígértem, hogy azért több oldalról fogja a maga munkássága által megközelíteni az ember tragédiát, és itt vagyunk a filmben, amit ugye Istvánnal elkezdtünk már beharangozni. Szóval egy picit még Ádám karakteréről azt gondolom. Igen, hát először is ugye előbb beszéltem erről a Szegedről, az ember, a főiskolás évekről. Eszembe nem jutott volna akkor, hogy 3 év múlva a Szinetár Miklós az Ádám szerepét adja egy filmbe nekem, és tulajdonképpen sokkal később értettem meg ezt, hogy amit a Szinetár Miklós mondott, hogy úgy tudja elképzelni, hogy legyen, most csináljunk egy olyan filmet, ahol igazán fiatalok az Ádám, és az Ádám ott mindig fantasztikus, nagyszerű, a nemzet színészei játszották, Básti Lajos, Besenyei, Ladányi, stb., hogy ő azt gondolta, hogy egy ilyen a naivitás, a pályája kezdetén levő fiatalember, hogyha van elég ereje meg tehetsége hozzá mondjuk, akkor avval érdemes ezt a történetet elmesélni a fiatalemberben, fiatalemberekben, Ádámban és Évában lévő naivitás, hit, töretlen hit, a bizalom, tehát hogy megy tovább és hisz, nem lehet egy élet csalódásait cipelni egy Ádám szereppel, úgyhogy ez volt a gondolat, de nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy ebben a filmben, amelyből most itt fogunk látni részleteket, szintén a magyar színjátszás színe java játszott, és csak 4 vagy 5 Ádám játszott kisebb szerepeket, tehát nem kisebb szerepeket, hanem Péter apostolt, a patriárkát, stb. A darabban, Básti, Besenyei, stb. Hogy Szinetár valahogy olyan egyszerűen és olyan magától értetődően ott nyomta a kezembe a forgatókönyvet, hogy ezt kezdjük el próbálni, most van neked 2 hónapot, tanuld Ádám szerepét, utána sokat fogunk próbálni, és elkezdünk forgatni, hogy nekem nem volt időm megrémülni. Az, hogy nem csak hogy az Ádám szerepét kapom, hanem egy ilyen szereposztás kellős közepén. És talán úgy érzem, remélem nem túlzom el, úgy érzem, hogy ez a filmben érezhető, és látszik ez a filmben ez a töretlen hit, és a valahogy kicsit másmilyen, azt hiszem, ahogy rengeteg fiataloknak szóló vetítésen vettünk részt aztán a filmen, és a fiatalok, ahogy ezt vették, talán ezzel egy kicsit közelebb került a dráma, ez a csodálatos dráma a fiatalokhoz is. Nekem minden esetre egy hihetetlen élményem volt, és majd aztán rátérünk arra, hogy más szerepeket is, többek között a Lucifert is játszottam 10-valahány év múlva, hogy milyen különbségek vannak, de ez minden esetre az életem egy nagyon fontos, meghatározó szerepe volt. Köszönöm szépen. Én ilyenkor nyugodtan adom tovább a szót, de bárkit bíztatok a kapcsolódásra, vagy a munkával való kötődésre. Nekem Gintlé Tibornak a szavai jutnak eszembe, akinek engem tanította az ELTE-n, ahogy mondja, hogy az Ádám belülről láttatott alak. És hogy milyen különös. György, magához ragadtunk. Ádám, most előreugrok, mert nem következetesen megyek végig. A tarókártyának van egy lapja, a 22. a számozatban a nagy árkánumok között, a nullás. Ő a bolond, más néven a vándor. Ő áll a körberendezett tarókártyáknak az origójába. Esetleg most le lehetne vetíteni azt az egy képet, ami nagyjából értelmezi ezt. Ez az. Ádám ennek a közepébe áll. Ő az, aki végigmegy ezen a sorozaton egy mókuskeréken a
élet, illetve a születés, az élet, a halál, az újjászületés, ami soha véget nem ér. Ezért buta kérdés az, hogy pessimista műe az ember tragédiája. Erre nincs válasz. Mint hogy egy emberi élet is nem meghatározható egy jelzővel. És itt van egy szereplő, aki nekem nagyon érdekes szerepet játszik. Észre lehet venni, hogy Lucifer mindig vagy kutyaképében jelenik meg, vagy például a prágai színbe egy kutya kíséri. A kutya elmaradhatatlan társa. Ez pedig ennek a nullás bolond lapnak az ikonográfiai képéből adódik. Tudnék, ez a vándor, aki egy bottal megy, a fején meghatározhatatlan sapka, ami azt jelenti, hogy bármi lehet belőle, a bóctól a királyig bármi. Ennek a nadrágját egy kutya tépi. Az űzi hajtja. Ez Lucifer egyik formája. A vágy, ami az embert kényszeríti, sarkalja a tovább lépésekre. Ezért a kutya, most ez onnan van, hogy a Jankovics Marcellal ugye 1978-ban barátkoztunk össze, rengeteget beszéltünk erről, és az ember tragédiája animációs filmek az egyik szakértője én voltam. Én beszéltem rá erre, hogy duplázódjon meg ez a figura. Mint hogyha egy állat alakja lenne ugyancsak Lucifernek, mint hogyha egy totem állata lenne. Együtt írtuk a Marcellal a Jelképtár című könyvet is, és abba a kutya figurája szépen ki van fejtve, hogy ez nem csak a hű kísérő, hanem ez őrzi az alvilágot Kerberos formájában, ez munkál Upuaut vagy Anubis formájában, Egyiptomban, tehát egy nagyon bonyolult szerep. Az ember állandó társa, ebben az esetben Lucifer, aki sarkal vezeti, mint a kutya, és sarkalja. Most jöjjön még egy rövid vetítéses rész, két rövid rész, és aztán nem sokára megint Luciferrel folytatjuk, és most István magát fogom megkérdezni majd. Van a léleknek egy erős szava, a nagyra vágyás. Rabszolgában alszik, vagy szűk körében bűnné aljasul. De vérével táplálván a szabadság nagyjá növeszti, mint polgárerény. Nem hall az ember semmi izgató hírt, mint a sergünk ellen sem találna. És itthon is, ami álmos minden. Senki sem kohol már terveket. Reggel óta járom a helyet. Nem ártana egy gyönge kis zavar. Odám, ez a hely itten az enyém. Veszélyben a hon, hogyha nem beszélek. Akkor veszel, ha szólsz. Bérenc, le innét! Te nem vagy Bérenc, mert ki sem veszem meg. Polgárok! Fájva emelek szavat, mert a nemes szívnek fáj a nagyot porigalázni, se nagy férfiút kell vonnom bírószéketek elé a díszszekérről. Na csak virágosd fel az állatot! Mit áldozatra szántál? Vészt hirdetek az ellen a kapuknál! Az nem lehet! Győzelmes hadvezérünk nincs előttük! Éppen ő az ellen! Megtudta, mit forraltok ellene? Felkelt szívében a méltó harang! Egy ávon épet meg nem átkozom.
Az nem hibás. Annak természete, hogy a nyomor vérengző eszközévé süllyesse néhány döjfös pártütőnek. Csak egyedül én voltam a bolond hívén, hogy ilyen népnek kell szabadság. Védjed magad, még mi is veszve semmi! Tedd meg, hisz ez a nép csak az imént parvancsúzott előtted! Épp azért minden haszontalan! Ő szégyenét meg nem bocsátja a nép! Mi vétketek hát? Miért könyörögtök? S a gyöngétől mit kérhet az erős? Ó, Miltiadész, miért is jössz, ha nőt sem bír örülni öttödön? Mi ez, nem értem. A nép esdekel, nőm átkoz, és emelvérzik hazámért. Ó, szólj! Miért jöttél hadseregnek élén? Nem illeti rangomban így kíséret. Eljöttem, mert a súlyos seb nem enged továbbra is tisztemnek megfelelni. Eljöttem, hogy küldőimnek kezébe, a felséges népnek kezébe téve hatalmamat, beszámoljak neki. Én elbocsátlak, bajnoktársaim. Kiérdemeltétek a háztűz nyugalmát. Most én is e kardot, Athéne Pallas, szentelve tűzöm oltárok felé. Ó, Miltiadész, hol van boldogabb nő, mint a te nőd, nemes nagy férfiú? Nem volt-e igazam, hogy áruló? Hogy Dáriusz megvette? Tette tés csak a seb? Nem kíván elleneset házni! Halálvea! Halál! Mi zajl odakint? Ó, Miltiadész! Rettentő beszéd az! Árulónak mond újra a tömeg! Nevetséges vád! Engem árulónak, ki Marathonnál győztem! Mit késtek őt elfogni? Miltiadész, szentélyben biztos vagy, meg nem mozdulj. Miért is oszlattad szét a hadat? E bűnbarlangot miért nem gyújtatád fel? Csak láncot érdemel a csőcselék, mely érzi, hogy te születél urául. Ki nemesebb vagy, mint ők összevéve. S megöl, megöl, hogy lábadhoz mehessék. Hallját! Egy áruló neje miként beszél? Az a nőnek joga, hogy férjét védje, még ha bűnös is. Hát még ha olyan tiszta, mint uram. És ellensége olyan korcs, miként ti! Mert hagyja a felséges nép magát így becsmérelni! Hát, ha igazat mond! Gyanús! Kiáltsatok, rongy lelkek, vagy dagoljatok meg ilyen! Halé! 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 Takard el a fiút! Ne lássa vérem! Hadd vesszek el hát! Vagy miért is éljek, mikor látom, mivé lett a szabadság, amelyre rááldoztam életem. Mit tétováztok még? Halálra! Halálra! Egy áva népet meg nem átkozom. Az nem hibás. Annak természete, hogy a nyomor szolgává bélyegezze, és a szolgaság vérengző eszközévé süllyesse néhány döjfös pártütőnek. Csak egyedül én voltam a bolond hívén, hogy ilyen népnek kell szabadság. Köszönjük szépen ezeket a részleteket, ugye a görög szín és a demokrácia volt. István, folytassuk, mert nagyon korán fejeztük még be az előbb, épp hogy csak elkezdtünk abba belemerülni, ebbe a nagyon hosszú és nagyon gazdag munkába, ami Marcelhez kötötte, és az ember tragédiájához. Talán a Szemadám Gyurihoz kapcsolódnék, aki az imént azt mondta, hogy Madács műve az ember tragédiája nem színpadra készült, nem színpadra való. Legalább ilyen joggal, vagy még erősebb joggal mondhatnánk azt el, hogy nem is filmre készült, és nem is filmre való, tehát egy nagyon komoly dramaturgiai, vagy több rétű
átfogalmazás vagy hozzáállás kell ahhoz, hogy mégis film legyen belőle. Ennek egyik része az, amit kitalált Jankovics Marcell, hogy nem egy homogén látványvilágot hoz létre, hanem a történeti színeknek megfelelően a kor képzőművészeti stílusát fogja használni, és ehhez megfelelő animációs játékot is kitalál, és ettől részenként is, mert hát először mondjuk el, hogy ugye részenként készült, tehát epizódonként készült el a film, meg aztán egész filmi összefűzve is sokkal érdekesebb és sokkal könnyebben nézhető az anyag. És föl szeretném hívni még egy érdekes dologra a figyelmet. A Legek filmje szokták mondani az ember tragédiájára, ami nagyon-nagyon hosszú ideig készült. És ez alatt a hosszú idő alatt, ugye az elmúlt évezred 80-as éveitől, ennek az évezrednek a 10-es éveig készült a film, ez alatt bizony a film nézési szokásaink nagyon megváltoztak. A 80-as években még az volt a természetes, hogy moziba ülünk be filmeket nézni, és moziba nézzük végig a filmeket, és hát ez egy nagyon klassz kollektív nézői élményt adott az embereknek. Manapság azért, gondoljunk bele, gyakrabban nézünk interneten vagy DVD-ről filmet, aminek van egy nagy hátránya, hogy a kollektív élmény az elvész, viszont ami elvész a réven, az a vámon visszajön, van egy nagy előnye is, hogy meg tudunk állni, és ugyanúgy nézzük ezeket a filmeket, mintha könyvet olvasnánk, egy könyvben visszalapoznánk, és ez egy ekkora nagy filozófiai ballasztal ellátott dolog, mint az ember tragédiája, meg is érdemli azt, hogy visszalapozzunk, hogy értelmezzünk dolgokat, hogy észrevegyünk ügyeket benne, hogy miért vajon ezt miért így csinálta a Marcell, vajon itt mire akart utalni, és a Marcell, ahogy haladt előre az idő, egyre több apró utalást tett bele, ami, hát valljuk be, hogy első ránézésre nem is biztos, hogy mindenkinek azonnal lejön, lehet, hogy csak többedik megnézésre, és ez a módszer, ez a visszanézős módszer, ez erre nagyon praktikus. Én annyiban szeretnék határozottan vitatkozni veletek, hogy abszolút színházba való az ember tragédiája. Ha van valami, amit meg kell fejteni, amit elő kell tudni adni, az pontosan ez a darab. Lehet, hogy ez egy drámai költemény, nem tudom mi, de a legnagyobb élmények mindannyiunknak azok, amikor láttunk a tragédiából egy olyan előadást, és most csak nagyon röviden, mert ez téma lett volna, de nem akarok erről sokat beszélni, csak megemlítem, hogy 91-ben, amikor rektora voltam a Színház és Filmművészeti Egyetemnek, akkor kitaláltam azt a borzasztó merész gondolatot, hogy az ember tragédiájának szentelünk egy fesztivált, egy teljes fesztivált, és miután rengeteg nagyszerű fordítás van benne, szétküldtem ezt a világba, elsősorban természetesen a magyar ajkú egyetemeknek, Marosvásárhely, Kolozsvár, Pozsony, Újvidék, Kijev, magyar, és azon kívül a világba, két amerikai egyetemnek, Minnesotába és Knoxville, Tennessee-be, a Párizsi Konzervatoárnak, a londoni Guildhall Akadémiának. Küldtem a példát, és megkértem őket, hogy készüljenek, és természetesen az összes színészosztályunkat, és megkértem, hogy készüljenek föl nagyjából két színből. És szép lassan, erre volt több hónapunk, szép lassan összeállt egy előadás, amelyben mindenki a saját nyelvén kiválasztott egy jelenetet, fantasztikus, nagyszerű előadásokat produkáltak a képekből. A Párizsi Konzervatoár volt az egyetlen, aki tulajdonképpen két hetente küldött nekem egy levelet, hogy most a londoni és a falaszteri kívül ők hozzávennék az űrt és a paradicsomot is, meg a paradicsomon kívült és az egyiptomot is, és szép lassan kiderült, hogy az egész ember tragédiáját földolgozta a Párizsi Konzervatoár, kivéve a párizsi szint, mert azt mondták, hogy ahhoz nem mernek hozzányúlni, meg az ott nem is valahogy, nem is egészen úgy volt, de tény az, hogy ez a rektori munkák 8 évemnek az egyik sok-sok nagyon boldog pillanata volt, vagy periódusa volt, de ez éppen ez, hogy egy hétig az ember tragédiájával éltünk
Színészlányok, Ádámok és Évák és Luciferek rohangáltak a folyosókon, barátságok kötöttek, szerelmek szövődtek természetesen, hála Istennek, hiszen az ember tragédiájáról van szó. És kiderült, hogy valóban a színház maga az, ami életre kelti, ami és az utána következő évekből kaptam levelet, 8 év múlva, 10 év múlva, hogy előadták az egész darabot Bukarestbe, előadták Prágába, úgyhogy annyira izgatta őket, hogy tehát csak ezt szerettem volna mondani, hogy igenis, bármit mondanak nagyszerű akadémikus társaim, az ember tragédiája színházi dráma. Ragaszkodom hozzá. Köszönöm. Rendben, nagyon szépen köszönjük. Egy színésszel van dolgunk, viszont akkor belőlem is hadd szólaljon meg az irodalmárhamáros feldolgozásokról van szó, és ugye itt a mai estén átfogóan is beszélgettünk, vagy beszélünk egy irodalmi miről, és azért részleteiben látják, hogy megyünk előre a történettel. De miniszter úr, hadd tegyek fel egy személyes kérdést, aztán maximum nem válaszol rá, de engem nagyon, nagyon érdekelne az, hogy nagyon sok vendégemnél, vagy akár a diákoknál a mai nap is, ugye megkérdeztem őket egy-egy irodalmi műnek az újraolvasásáról, vagy mindannyiunk életében, ez önöknél is így van, akár mint alkotóként, akár mint én befogadóként, újra és újra találkozunk egy művel, ha filmen látjuk, ha színdarabon látjuk, és itt most annyiféle módon közelítünk meg egy irodalmi művet, és eszembe van Madács, aki ugye állítólag egy ötfős társaságnál 1858-ban már felvetette egy vita kérdésként, hogy lehetséges-e ugye egy műben az emberiség történetét végig gondolni. És én azon gondolkozom, hogy a mi életünkben, vagy akár a maga életében, miniszter úr, amikor újra és újra valahogy itt most részleteiben, ugye szó van a küzdelemről, értem, hallgatjuk egymást, hogy kinek mit jelent egy-egy szerep, hogy állunk egy műhöz, olyan színes ez a program. Magának az életében, akár az idei kiemeltében, picit máshová tud helyeződni, ahogy mondjuk megyünk előre az időbe, egy műnek a fókusza? Van, ami akár ezzel a küzdelemmel kapcsolatban, akár egy-egy szereplővel kapcsolatban, tehát tud ez is változni, akár egy film kapcsán, hogy látja, hogy közelít maga Madácsnak ehhez a nagyművéhez, vagy az ember tragédiájához? Mert rengeteg dolgot felvet maga a mű. Biztos, és az nagyon fontos, hogy újra és újra olvassunk műveket, és az a jó, hogy amit újra olvas az ember, azt nem kitaláljuk, hogy újra akarom olvasni, hanem valami először csak fölmerül az agyunkba, és akkor szépen előre jön. Nekem a kedvenc műve az ember tragédiája. Ugyanis, ha filozófiailag nézzük, akkor ugye van egy nagy vita világban, hogy vannak-e állandó dolgok, amire utaltam is, hogy relativizmus. És hát most Hannah Arendt-et idézném, aki azt mondja, hogy pont az 56-os forradalom bizonyíték arra, hogy az emberi természet az változatlan. Vannak dolgok az életben, amik állandóak, és vannak, amik változnak. És az a döntési pont, abban van a döntési szabadságunk, hogy mi az, amit elengedünk, és mi az, amit megtartunk. És az ember tragédiája ebben nagyon sokat segít, mert minden színben ezek a konfliktusok előjönnek. Azt mondja Hannah Arendt 56 kapcsán, de mondom, az emberi természetről mondja, az ember két dolgot keres. Az egyik a szabadság, szuverenitás mondjuk így, tehát hogy azt tehessem, amit jónak látok, a másik pedig az igazság. Ilyen nagyon egyszerűen az igazság. Hallatszom még? Ilyenkor mit csinál egy jó színész? Úgy csinál, mintha mi se történt volna. Nyilván. Tehát az igazságot, és ugye ez egy nagyon durva állítás, mert igazság csak Istennél van, tehát mi az igazságosságon keresztül tudunk értesülni erről, és nekem Ádám konfliktusában egy tükröt tart Lucifer, ez jelenik meg. És valóban, ahogy egyre több tapasztalatunk van az életben, más megvilágításba kerülnek dolgok, más válik fontossá. Kérdezett a külföldi dolgokról, tehát nagyszerű volt a bemutató, de például Virginia Woolf készítetett magának 3 fordítást. Hallott a műről, lefordítatta. És nézi, hát
nem értem, mit tartanak ebben olyan nagynak. De volt benne egy-két dolog, ami tetszett neki, és lefordítatta újra, és lefordítatta 30-szor is saját magának, nem kiadási célokra, mert úgy gondolta, hogy ebben a műben, és hogyha végigmegyünk rajta, ugye most Nádasdy Ádám csinált egy új fordítást, ezt múltkor mondtam, ahol találkoztunk, hogy én is, mielőtt miniszter lettem, lefordítottam mai magyar nyelvre. Hogyha valaki tüzetesen olvassa a művet, ott vannak pont a filozófiai passzusok, azokat nagyon nehéz, tehát le a kalappal a színészek előtt, és talán ez a filmnek Londonban például ez volt a nagy kihívás, hogy ugye magyarul is viszonylag gyorsan mondják a színészek, és az nagyon nehéz követni ezt a mérhetetlen gazdagságot, amit Marcel fölrajzolt, plusz még a szövegre odafigyelni, és még alatt ott van angolul. Hogy lehet elolvasni ilyen mélységű szövegeket? Ezért lesz örök a könyv egyébként, mert el kell rajta álmélkodni, mélázni, merengeni az egyes sorokon. Nekem, én évente elolvasom, és mindig találok benne újat. Ez így is van, és nagyon sok olyan tételmondat van, amit aztán ki tudunk pontani, és amiből aztán újra és újra tudunk egy újabb építkezést, mert itt a szavakból tényleg katedrális tudott épülni, és azt gondolom, hogy ez az, amihez mindig vissza tudunk nyúlni. Na de jöjjön akkor Lucifer, és jöjjön egy hosszabb vetítendő blokk. Úgyhogy erre biztatom a kollégáinkat, és utána folytatjuk a beszélgetést. Közben miniszter úrnak el kell mennie. Hadd búcsúzunk egy tapsot, és nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottam.